Köszönöm szépen, hogy eljöttél, nem először vagy vendégünk a hatos csatornán. Én is köszönöm. És azért is örülök, hogy időben tudunk beszélni a nyárról, hiszen kezdődik lassan a szünidő, és a nyári diákmunkáról. Én emlékszem arra, hogy évekkel ezelőtt a diákok a szüleik segítségével keresték a munkalehetőséget, de nem nagyon volt. Most, ha jól látom, akkor annyiban változott a világ, hogy a munkaadók keresik a diákokat, mert olyan sok-sok lehetőség van. Hát, ha te most visszanézel 1983-tól, amikor a Melódiák megalakult, akkor ez a változás most tényleg érzékelhető az utóbbi években? Természetesen, hiszen látjuk azt, hogy országosan is azért rengeteg a feladat, és egyre kevesebb a munkavállaló. Ez a diák munkának az igényét is megnöveli a partnereink részéről. Ugye gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban én is dolgoztam kútfúró mellett, meg ilyen nyári munkákat természetesen. Sékövesnél, kőfaragóknál, ez nagyon divatos volt. Igen, meg állami cégeknél 4-5 hetet, amivel lehetett pénzt keresni. Ez ugye 83 óta, mióta ez az egész rendszer ki lett találva a Melódiáknál, ezóta másképp működik. Vállalkozás szinten, iskola szövetkezeti formában működik, tehát minden diák tagja a szövetkezetnek, és ezáltal tagi munkát végez. Ez volumenében egyébként hihetetlen módon megnövekedett, mert itt már tényleg több tízezer diákról van szó, aki egyrészt tanulás mellett dolgozik, másrészt meg nyáron szeretne keresni pénzt. És nyilván visszatérőkről is szó van, ami talán könnyítés, hogy egy hatalmas, nem is tudom szám szerint, de százezres nagyságrend, akkor adatbázisotok van, vagy akár nagyon-nagyon sok önéletrajz, úgyhogy ti is tudjátok, hogy kivel kell foglalkozni, vagy lehet, nem? Igen, ugye mi elsősorban ugye akkor tudunk diákot keresni egy feladat elvégzésére, hogyha nekünk van megbízásunk. Igen. Ezért ugye széles körül a megbízó partner réteg is, a multiktól kezdve az egyéni vállalkozókig, akik ugye ezt egy olyan formában tudják tőlünk szerződés által kérni, hogy ez egy megbízási szerződés, és ők erről számlát kapnak. A diákok ugye szeretnének dolgozni, megkeresik azt a feladatot, amit a honlapunkon, amit el szeretnének végezni, amihez esetleg érthetnek is, tehát szakmailag is, akár nyelvtudás szinten, vagy egyébként érdekli őket, és akkor azt a feladatot ugye a cég megbízásából rajtunk keresztül ők elvégzik. Ez mindenféleképpen biztonságot ad a diákoknak, a munkavállalóknak, és ezt azért hozom szóba, mert szintén emlékszem arra, hogy évekkel ezelőtt volt úgy, hogy nem annyi volt az órabér, volt úgy, hogy nem kapta meg rendesen a fizetését, vagy valamilyen munkakörben próbálták, vagy akarták foglalkoztatni, aztán az lett a vége, hogy szaladj fiam le újságért, vagy főzzél kislány kávét. És ez a tagság, és ez a veletek való együttműködés, nyilvánvalóan a szerződéses fegyelem, tegyük fel, hogy van is ilyen. Igen. Ez biztonságot ad a diákoknak, és gondolom, hogy azért ez nagyon nagy lépés lehet. Ez azért ad biztonságot, mert ugye rengeteg olyat hallottunk a Balaton mellett is, most ott is munkaerőhiány van, de évekkel ezelőtt, hogy felvették a diákot, és akkor a szállást, kosztot, kvártét kapott, és akkor majd kap fizetést, aztán 3-4 hét után elküldték, úgyhogy nem kapott semmit, mondták neki, hogy ez volt a fizetség, hogy ott lakhatott, meg ehetett. Igen. Ugye ez nem egy szerződéses viszony, és ebből a szempontból mi velünk szerződik egy diák, mint szövetkezeti tag, tehát ő neki az a feladat után járó bér, az az összeg az jár. Igen. Ugye mi havonta egyszer fizetünk, 10-én utaljuk a diákoknak a pénzt, amit az előző hónapban megdolgoztak. Ezt akkor is ki kell fizetnünk, és ki is fizetjük, hogyha nekünk a partner még nem fizetett, vagy egyáltalán nem fizet, mert sajnos ilyen is van. A másik, hogy mielőtt még rátérnék arra, hogy milyen lehetőségeik vannak a diákoknak, akár művészeti intézményeknél, színházaknál sorolhatnám, mert végül is a Nagykörút, hát ezt a nézők tudják, egy kulturális magazin, de amit ti ajánlotok, hát azt hiszem lehetetlenség felsorolni minden, de hát nyilvánvalóan van irodai munka, van fizikai munka, van call center, ügyfélszolgálat, szóval mindenféle, és az élet minden területén, de valahogy a sorba lehet ezt állítani, vagy legalább a 3 vagy 4 főcsapás irányát? Igazából abból a szempontból kell megközelíteni, hogy egyrészt ki mit szeretne és mit tud elvégezni. Ezen belül nagyjából nálunk tehát a diák kifizetések, tehát hogy mennyit lehet keresni, kezdenek egy szintre húzódni. Tehát igazából sokszor az dönti el, hogy
hogy mennyi egy kifizetés egy munkán. Uh-huh. Van, amikor egy rövidebb munka, például egy promóciós hostess kóstoltatás, azzal mondjuk többet lehet keresni, de az nem folyamatos. Igen. Tehát így ezek miatt nem érdemes sorrendet tenni, hanem meg kell nézni a típus munkáinkat, tehát hogy milyen ágazatba tartoznak, és mindenki abból ki tudja választani, hogy melyik az, amit szeretne. Lehet ez egy szakmai munka, programozói munka, bármi. Segédmunka minden. Segédmunka minden. Tehát ez több százféle munkát jelent egyébként, és abból kell választani. És rengeteg ilyen betöltetlen pozíciónk is van, főleg szorgalmi időszakban. Ugye nyáron ez kicsit kiegyenlítődik, hiszen többen akarnak dolgozni, és tudnak is dolgozni, de évközben vizsgai időszak, meg ilyen nehezebb időszakban azért rengeteg betöltetlen pozíciónk van, amit a partnerek kérnek tőlünk. Ezt jó, hogy említetted, mert akkor, ahogy a szavaidból kiveszem, itt most nem csak a nyári szünidőre koncentrálunk, hanem egész évben folyamatos. Ez egész évben folyamatos tevékenység. Amikor én ezt elkezdtem 20 éve, de a tesó még ezelőtt 83-ban, akkor egészen másképp volt, mert a ellátandó feladatoknak a nagyon nagy része nyára esett. Igen. De azóta ez teljesen átalakult, tehát itt egész évben folyamatosan nagy mennyiségű feladatok vannak, amik várják a diákokat. Igen, és egyre többen, hát diákoktól tudom, egyetemistáktól is, hogy hát egyre többen a tanulás mellett kénytelenek dolgozni, mert fizetni kell ezt, azt, amazt, úgyhogy ezt ők csinálják is. Igen, emellett egyre jobban előtérbe kerül a szakmai fejlődésük is. Tehát azt, amit tanul az egyetemen, hogyha ezt tudja közben gyakorolni. Tehát ugye, mert régen voltak nagy állami cégek, ahol egy építész hallgató el tudott menni, sőt el is kellett menni nyáron gyakorlatra. Igen. Most azért ez már kicsit fölborult, és ez a szakmai tudás megszerzése itt nálunk lehetséges. Éppen ezért van a mentor programunk is, ami ezt az egészet folyamatot végigköveti, attól kezdve, hogy elkezdi a programot, 4 szakaszon keresztül szinteket állít föl, amelyeket teljesíteni kell, és hogyha ezt a diák a kompetencia fejlődésein keresztül teljesíti, akkor lép egy fokozatot. A végére, mire elvégzi az egyetemet és kikerül a nagybetűs életbe, akkor a munkán keresztül olyan tapasztalatai vannak, és olyan fejlődésen megy keresztül, ami meglátszik utána a CV-jén, amikor kijön amikor már a kezében van a papír, akkor már rögtön jobban tudja, hogy hol lehet dolgozni, lehet, sőt, hogy éppen oda megy vissza a cég. Sőt, a cégek is tudják, hogy igen, ez az ember ez nálunk tanult, itt fejlődött, akkor miért ne alkalmazzuk tovább? Hát miért ne, hogyha például, és most érek ide, hogy művészeti terület, hogyha valaki, nem tudom, harmadik zászlóvivő volt valahol, de akkor is ott volt a színpadon, de most nem akarom elviccelni a dolgot, szóval a kulturális területen tulajdonképpen milyen helyek vannak, vagy lehetőségek vannak a diákoknak. Hát, most gondolok, én itt múzeumtól kezdve színházon át könyvtárra, szóval ami tényleg ehhez tartozik. Ilyen feladataink vannak egyébként folyamatosan, tehát akár tárlatvezetés, akár ilyen jellegű dolgok. Sajnos ezek is néha időszakosak, mert például volt a Mördel kiállítás, ahol másfél évig a mi diákjaink vezették a tálatot. Ez igen. Ugye ott azért felkészültnek kell lenni, mert ugye mi van, hogyha rosszul lesz valaki egy teremben, tehát azért ott egy nagyon komoly munkát kellett végezni a diákoknak. Amúgy meg pedig egyéb művészeti tevékenységen vannak olyan diákjaink, körülbelül 60-70-en, akik fellépnek például. Tehát Billy Elliotban, Operaházban, Erkelben, vagy a Madár Színházban, tehát ilyen diákjaink is vannak, akik büszkén mondhatom, van 9 éves tagunk például. Ez igen, de ezt nagyon sokan nem tudják, mert hogyha most a szó legjobb értelmében mondom, valaki statisztálni akar, akár filmen, akár színházban, akkor nem feltétlenül, vagy igazíts ki, ha rosszul mondom, jut eszébe a melódiák, a diák szövetkezet, hanem elkezd házalni ismerősök, rokonok, színház, film, itt-ott a módát. Ezek szerint most már ismernek annyira benneteket, hogy titeket igen, is keresnek. Igen, csak itt egy kicsit fordított a folyamat, mert itt a megkeresési oldal az erős. Tehát azt, hogy én kitaláljam, illetve azt lehet, hogy megkeresni olyan cégeket, akik ugye alkalmaznak diákokat, igen, fellépni, táncolni, énekelni, tehát bármi lehet ez a mi művészeti tevékenység. Akkor itt ez egy fordított folyamat, mert ez mindenkinek jó. Igen. Tehát a cégnek azért jó, mert számlát kap a tevékenységről, és nem a szülőn keresztül kell megoldani a kifizetést. A diáknak jó, mert körülbelül 45-50%-kal több fizetést kap. Kézhez. Tehát igen, úgy igen. Tehát ugye, mert hogyha a szülőt bejelentik, az mondjuk 100 forintból, 50 marad meg nagyjából, most nem menjünk bele részletekbe. Nálunk pedig a 100 forintból
73-74 forint marad meg. Uh-huh. Nettóban. Igen, igen. A diáknál. És ugye mindenki jól jár, mert a diák is többet keres ugyanazzal a tevékenységgel, ugyanazzal az elfoglaltsággal, a cég pedig számlás tevékenységről kap szolgáltatási díjat, amit költségként elszámol. És így egyszerű az eset. Itt a szülőknek a felelőssége szintén nagy, mint ahogy korábban is, mert ugye nekik ezt el kell intézni papírmunka szinten. Eleve ugye a szerződést úgy lehet kötni, hogy ők is ott vannak. Igen. Másrészt ugye a gyámhatóság felé kell elintézni ezt a... Na de ez minden oldalról mindenféleképpen hasznos, hogyha most mit tudom, ez hogy maradunk egy... Ez egy szabályos, törvényes foglalkoztatás, ugye tudjuk azt, hogy azért a statiszta piacon, most a felnőttekről beszélünk, hogy sem minden teljesen tiszta kifizetés, meg ilyesmi, tehát amikor nagy tömegeket kell megmozgatni, ez egy szabályos szerződés szerinti kimutatható jövedelem, a gyámhatóság is utána tud járni, hogy mennyit kapott a diák. Tehát nem úgy van, hogy a szülőre van bízva, hogy akkor mennyit költ el, mert tisztán látszik, hogy mi a... Igen, és én meg azért mondom, hogy mindenféleképpen jó, mert hogyha, mit tudom én, van egy olyan színdarab, ahova kell három gyerek, 10-12, arra jutott eszembe, hogy mondtad az előbb, hogy 9 éves is van gyerek, akkor rögtön rajtatok keresztül ezt meg tudja találni, akár statiszta, film, bárhol, úgyhogy egyéb művészeti tevékenység, ebben nagyon-nagyon sok minden beletartozik, de ha már említetted úgy a felnőtt statisztákat, akkor egy mondat erejéig zárjuk azzal, hogy itt meló diákról van szó, de úgy tudom, hogy tudtok segítséget nyújtani nyugdíjasoknak is. Igen, mi komplett cégrendszerrel állunk rendelkezésre a megbízóink felé, ebben benne van a diákmunka, a felnőtt munkaerő kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás, fejvadászat, és már tavaly óta ugye első között csináltuk meg mi is a nyugdíjas szövetkezetet, ami ugyanolyan rendszerben működik, mint a diákunka. Tehát a nyugdíjasnak megvan a nyugdíja, és emellett, hogyha tud, és akar, és képes munkát vállalni, akkor a megbízóink által ez egy kiegészítése is lehet a diákmunkának, hiszen gondoljunk bele egy kis településen egy ABC-be, ahol elment nyugdíjba, és nem tudják foglalkoztatni. Igen. A nyugdíjas szövetkezeten keresztül ez megoldható úgy, hogy megmarad a nyugdíja, és még mellé még akár ugyanannyit keresett Gizi néni, aki pénztárban ült, mint ami 20 évig a kis ABC-ben. Hát én nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, és természetesen a honlapotokon mindent meg lehet találni. Pontosan. És nem túlzás azt mondani, hogy a nap és az év minden szakában. Ez így van. Pontosan. Köszönöm. Köszönöm szépen.